Mihez kezd egy életerős fiatalember, ha egy balesetben néhány másodperc alatt elveszíti három végtagját? Teljesen összeomlik, vagy kér egy papírt, hogy kipróbálja, hogy tud-e bal kézzel írni? Varga Béni ez utóbbit tette, és ezzel nem csak festőművész lett belőle később, hanem az akaraterő és az életben maradás művésze is. Varga Béni a Kolozsvár melletti Györgyfalván él nővérével. Aki a képeit nézegeti, el sem hinné, hogy az élet és természet szeretet ezen színpompás vallomásait egy olyan ember festette, aki 20 évvel ezelőtt vonatszerencsétlenség következtében elveszítette jobb kezét és mindkét lábát. Mikor a balesetem volt, én Csíkszeredában voltam a kórházban, mert Tusnádon történt a baleset, és mikor kihoztak 3 nap után a reanimáriáról, mert helyre jöttem, akkor nekem az első dolgom az volt, hogy megnéztem, hogy mi is történt velem, mi vagyok. És láttam, hogy na itt most már tényleg baj van. És annyit mondtam, köszönöm Istenem, hogy van egy kezem. Ennyi maradt. Varga Béni néhány nap múltán már papírt és írószert kért, hogy megtanuljon bal kézzel írni. Később festeni is megtanult, noha azelőtt soha nem foglalkozott képzőművészettel. Balesetét megelőzően pincérként, szakácsként, bányagépészként kereste kenyerét. Most is szívesen barkácsol. Kőműves munkát végez és maga keretezi a képeit. Legszívesebben tájképeket csinálok, mert Az érzem, hogy szeretem. Közben a falu plébánosa és egy francia testvértelepülés révén sikerült kijutni a Franciaországba, ahol megkapta első protézisét, de ennél sokkal fontosabbnak tartja, hogy ott tájakat, múzeumokat látogathatott és festészetet tanulhatott. Második protézisét egy román, szintén mozgássérült üzletembernek köszönheti, akinek cserébe tájképeket festett. A művész egyébként úgy a képeiből származó bevételét, mint kevéske rokkant nyugdíját festékekre, vásznakra, nyersanyagra fordítja. És hogy mi a legnagyobb kívánsága Varga Béninek? Egészséget. Még egyszer egészséget. És minél több jó barátot. A művész eddigi festői pályája csúcspontjának tartja, hogy idén tavasszal a Kolozsvári Állami Magyar Színházban kiállítás nyílt a képeiből. Saját bevallása szerint soha nem tudja megköszönni azoknak a segítségét, akik a színház emeleti csarnokába a szó szoros és átvitt értelmében felsegítették.